Háló, jó napot kívánok! Szabó Anita vagyok a Takarékbanktól. Az azonosító számom 875963. Azért keresem, mert a rendszer jelezte, hogy két nagyobb pénzügyi tranzakció vár jóváhagyásra a folyószámláján. Egy 98000 forintos telefonvásárlás és egy 149000 forintos átutalás. Ön kezdeményezte a vásárlásokat? Nem, de hogy is nem én kezdeményeztem. De jó, hogy hívok. Részlet a Baranya megyei rendőrség bűnmegelőzési videójából. Banki hívás vagy mégsem, ne dőljön be a csalóknak. Ez a címe a filmnek, amin egy telefonos csalást játszanak el, így bemutatva, hogyan próbálják átverni a gyanútlan embereket. A csaló azt a látszatot kelti a későbbi áldozatban, mintha ismeretlen személyek megszerezték volna a személyes és bankkártya adatokat, ezért felajánlja a segítségét, hogy a személyes ügyintézés helyett telefonon le tudja tiltani a bankkártyáját, ezért elkéri a bankkártyaadatokat, valamint a kártya hátoldalán található háromjegyű kódot. Ezek azok a személyes és bankkártya adatok, amiket semmiképpen nem szabad kiadni ismeretleneknek. Nem szabad utalni ismeretlen számlára, vagy feltölteni ismeretlen telefont a számlánkról. Ilyet nem a bank, hanem a csalók kérnek, ne higgyünk nekik, mondja a rendőr. Minden ilyen hívásnál gyanakodjunk, és ellenőrizzük le a másik felet. Ha a bankjuktól hívás érkezik, kérjék meg a hívót arra, hogy hívószám kijelzővel egy későbbi időpontban telefonáljanak vissza, addig pedig hívják a bank ügyfélszolgálati telefonszámát, és érdeklődjenek a hívás valóság tartalmáról. Minden esetben, ha a csalók próbálkoznak, értesítsék a rendőrséget. Ezt legegyszerűbben a 112-es hívószámon tehetik meg.